Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Szentendre Ma című hírmagazinunkat látják. Először nézzük híreink tartalmát röviden. Bagosi Brothers Company, Ocsú Macsú, Szolvév. Hétvégén lesz a Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál. Új fitnessparkot építetett a SZEI. Napi 24 órában sportolhatnak a helyiek a Postás strandon. Szentendre vése, hazai pályán kapott ki a csapat. Most hétvégén, augusztus 30-a és szeptember 1-e között rendezik meg a Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivált. A három nap alatt több mint 250 program várja a látogatókat. A nyárbúcsúztató eseményen az Art udvarok programsorozatban 44 házigazda nyitja meg óvárosi udvarát és kínál különböző programokat. A tematikus városi séták mellett jótékonysági gumikacsa verseny is lesz, ahol 1000 sárga műanyag kacsa úszik majd a Bükkös patakban. Minden este fényfestés és mindkét színpadon koncertek lesznek, így például láthatják a Bagosi Brothers Company-t, a Szolvév együttest, az Ocsó Macsót, valamint Ferenci Györgyöt és a Rackákat. A fesztivál péntek este 6:30 kezdődik a Borban az Igazság című programmal. Fitnessparkot építetett a Szentendre város egészségügyi intézményei. A Postás strandon lévő sporteszközöket uniós pályázati forrásból szerezték be. A parkban az egészségfejlesztési iroda szakértői hetente tartanak majd sportfoglalkozásokat. Elkészült a kültéri edzőpark, melyet 2 millió forintból létesített a Szentendre egészségügyi intézményei. Az elkészült parkot a nap 24 órájában a 14 év feletti korosztály használhatja, kondíciójának és egészségének megőrzésére. A SZEI beruházásában 6 eszközt helyeztek el a kerékpáros pihenőnél. Különleges helyzetben vagyunk, mert egy intézmény, egy egészségügyi intézmény, ha egy területen, itt jelesen a Szentendrei járásban teljesen egyedül képezi ezt a, látja el ezt a feladatot, akkor azt gondolom, hogy nem csak a gyógyítás a feladata, hanem az is, hogy megvédje az emberek egészségét, vagy legalábbis figyelmeztesse az embereket arra, hogy lehet tenni az egészségért. Magyarországon az egészségben eltöltött életévekben bizony elég rossz helyen állunk, európai viszonylatban is, és tudjuk, hogy a mozgás nagyon sokat jelent ahhoz, hogy megőrizzük az egészségünket. A napi munka mellett sokan nem jutnak el a különböző sportlétesítményekbe, de azt gondolom, hogy ha itt a Postás strandra lejön, és előtte van, bele botlik szinte ezekbe az eszközökbe, már csak kíváncsiságból is kipróbálja ezeket, hogyha hetente kétszer egy fél órára használja, már sokat tesz az egészségért. A Püspökmajorban létesült 5 éve egy ilyen park, most a városban tudomásom szerint lesz ismét több ilyen, azután a Zóbel Parkban is vannak már eszközök, tehát a város sokat tesz ezért, és mi is megpróbáltunk ehhez hozzájárulni. Egyébként meg kell köszönjem a polgármester úrnak, mert Verségő Nagy Miklós egy szóra azonnal biztosította nekünk ezt a kiváló helyet, hiszen a Postás strand megújulásával azt gondolom, hogy mindenki nyert. Mi nyertük a környezetet, a megújulás része lettünk ezzel a parkkal, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagy esemény, hogy ezt végre megnyithatjuk. Az eszközök között van az elliptikus sétáló, a lábizomerősítő, a légbenjáró, a szörf, valamint a mellizomerősítő és az evezőpad. Az állandó önálló mozgás lehetőség mellett a szakember által tartott sportprogramokon is részt vehetnek az érdeklődők. Ezeket hetente tartják majd itt a parkban, várhatóan szeptembertől. Már volt gyakorlat abban, még a Püspökmajori lakótelepnél az eszközök kiválasztásakor körbe jártuk, hogy melyek azok, amelyek a leghatékonyabbak. Ezen kívül szakmai szempontból is, tehát ortopédorvost kérdeztünk, mozgásszervi rehabilitációs szakembert kérdeztünk, gyógytornászokat, és mint kiderült, ezek azok a legnépszerűbben, leggyakrabban használt eszközök, amelyeket érdemes kiválasztani. Ez minden testrészt így megmozgat az, aki végigmegy a gépeken. Szeretnénk majd egyébként bemutatót tartani az egészségfejlesztési irodánk, amelynek keretében egyébként ezeknek az eszközöknek a megvásárlása történt, fog itt olyan rendezvényeket is tartani, amelyek segítenek a lakosságnak, hogy mit, hogyan érdemes. Szeretnénk egy rendszer
kétszeres foglalkozást tartani, ami azt jelenti, hogy a hét egy adott napján mindig fix időpontban bárki ide jöhet, és akkor itt lesz valamiféle olyan testmozgás, ami egy fél órára legalábbis mindenkit megmozgat. És akkor ez nem kötelező, nem, de mindig itt fixen lesz egy ilyen rendezvény. Az egészségfejlesztési iroda, amely az Szentendrei rendelőnek, ugye a SZEI-nek a része, rendelkezik kiváló szakemberekkel. Gyógytornászaink vannak, védőnők, egészségfejlesztők, ők fognak felváltva jönni, és ők fogják ezeket a foglalkozásokat tartani. Azt gondolom, hogy most még az ősszel, az esős időbe állta előtt tudjuk természetesen ezt ilyen rendszerességgel, utána pedig hát attól függően, hogy milyen az idő. A fitness eszközök már a helyükön vannak, azonban a közeljövőben még néhány változás fog történni a parkban. Szeretnénk egy árnyékolót, mert az volt a tapasztalat a Püspökmajor lakótelepi fitness parknál is, hogy a nap ugye az természetesen zavarhatja, főleg az ilyen meleg nyarakon a sportolást, ezért ott is létesült egy árnyékoló. Azt az ígéretet kaptuk az önkormányzattól, hogy itt is jövőre lehetőség lesz, jövő nyára már egy árnyékoló kerül a gépek fölé. Az eszközöket 14 év alatti gyermekek csak szülői felügyelet mellett vehetik igénybe. Balesetveszélyes ez a fő. Becsúszik a lába két eszköz közé, nem tudja olyan erővel tartani, elliptikus trénernél is, éppen az én saját unokám csúszott be úgy a lába, hogy utána kék-zöld volt a lába, tehát nagyon kell vigyázni. Nem tudtam lebeszélni, ráment, és bizony rájött, hogy ez nem neki való. Megtámaszkodik a gerinc. Ezeknél az eszközöknél nem terhelődik a gerinc. Amikor egyéb hasizomgyakorlatot, vagy amikor emeli ezeket a nehéz súlyokat, akkor ugye vagy magára vesz egy derékvédőt, vagy mindenképpen egy olyan technikát kell alkalmazni, hogy például egy porckorongsérv ne alakuljon ki. Ugye tudjuk, hogy a súlyemelőknél a porckorongsérv gyakori, ezért szokták például minden súlyemelés után egy gravitációs padra kell feküdniük, és úgy kilógatják magukat. Tehát ugye a súlyemelésnél a gerincterhelés mindig, ezzel mindig számolni kell. Ezek az eszközök úgy vannak kialakítva, hogy hátra támaszkodik, miközben például emeli a karja, a váll erősítő gyakorlatoknál. Nincs komoly teher a gerincen. A fitness park hivatalos megnyitója várhatóan szeptember elején lesz a Postás strandon. Teljes körű állományellenőrzést készített a Hanvas Béla Pest megyei könyvtár a nyár közepén. Az intézménynek erre a feladatára törvényi kötelezettsége van. A leltár ideje alatt a könyvtár részlegesen sem tudja biztosítani a könyvtárlátogatást és kölcsönzést az olvasóknak. Az intézmény igazgatója Werner Ákos közleményében köszönte meg a könyvtárlátogatóinak türelmét. Egy hónap alatt 200 000 dokumentumot vettek kézbe a könyvtár munkatársai, akik egyesével ellenőrizték az adatbázis tárolt leírásokat. Még egy fontos feladatot el kell végezniük a nyáron a könyvtár munkatársainak. Augusztusban csinálja, kivitelezi az épület erős áramú hálózatának felújítását, amely idő alatt a színházterem, az előcsarnok és egyéb közös helyiségek világítása, valamint a kapcsoló szekrények és biztosító táblák korszerűsítése történik. A felújítás utolsó szakaszát követően szeptembertől a megszokott nyitvatartással várják az olvasókat a könyvtár munkatársai. Több átfogó munkát végeztek a V8 Uszoda és Szabadidő Központban idén nyáron. Megújult a wellness részleg és augusztus 12-e és 28-a között az éves nagy karbantartás is lesz. A wellness részlegen korszerűsítik a medencét, a jacuzzi és a zuhanyzók szigetelését, és kicserélték az élményfürdő teljes padló burkolatát. Megújult a zuhanyfülkék szigetelése, a járólapfelület, a medence, az élményzuhanyzó, mosdók és a jégkamra burkolata, a pihenőrész és a merülő medence is. Az úszoda augusztus 29-én szerdán nyílik meg újra a látogatók előtt. Ismét vereséget szenvedett a Szentendre VS-e, ezúttal hazai pályán kapott ki a nagykőrösi Kinizsi csapatától, így két forduló után is pont nélkül maradt a gárda, stábunk is kint volt a mérkőzésen. A Nagykáta volt az ellenfél az első mérkőzésen, a második fordulóban a Németh Norbert vezette nagykőröst fogadtuk. A vendégcsapat rutinosabb játékosokkal állt fel, míg a Szentendre VS-e inkább a fiatalokra építi játékát. A két csapat tegnap este csapott össze. Ugye 5-0-ra kikaptunk az első mérkőzésen, mint ahogy mondod,
A mai mérkőzésen szerettünk volna egy jobb eredményt elérni, de egy olyan masszív ellenállásba ütköztünk, mint a nagykörös csapata, ahol azt kell mondanom, hogy egy igazi profizmussal találtuk magunkat szembe. Ha becsületes szeretnék lenni, akkor azt mondom, hogy ennyivel bak voltak és megérdemelték, hogy mik az okai tudjuk, azt, hogy hogyan lehet kiküszöbölni, azt is tudjuk, de az idei bajnokság rá fog menni arra, hogy ilyen nyögvenyelős mérkőzéseken vagy kikapunk mondjuk egy-két góllal, vagy talán egy-két góllal fogunk tudni majd nyerni, de jelen pillanatban még nem vagyunk készen arra, hogy ilyen mérkőzéseket megnyerjük. Ennek az oka az, hogy múlt héten még 11-en voltunk, egyetlen egy csere sem állt rendelkezésemre. Ma már elkészültek azok a kettős igazolások, akik engedélyezték azt, hogy a cserepadon néhány játékos leülhessen, és jobb volt a merítési forrásom. Nem mondom azt, hogy rosszul vagy gyengén játszottunk, inkább azt mondom, hogy ma ez az ellenfél ennyivel jobb volt, és megérdemelten nyertek. Nagyon-nagyon sok játékos elment, szám szerint 12, hogy mennyien érkeztek, körülbelül 10, még úton van azért egy-két játékos, de míg ezt összegyúrom, addig még sok adalékanyagot kell beletenni, hogy az egy jó tészta legyen. Nem csak a szentendreiek voltak közel az előző évben a kieséshez, hanem a nagykőrösi Kinizs is. Az elsődleges cél, hogy ebben az évben ezt elkerüljék. Az előző szezon az éppen egy hajszálon múlott, hogy bent tudott maradni a csapat, tehát a létező legkevesebben múlott, de végül is megőriztük a tagságot, és ennek a szezonnak meg úgy vágtunk neki, hogy ez azért próbáljuk elkerülni ezt a helyzetet, amiben tavaly így belesodródtunk. Ez viszonyítottan erősítettünk is, és tényleg valamennyivel azért jobban sikerült a rajdát. Két forduló ment még le, úgyhogy messze menő következtetést ebből még nem lehet levonni, viszont ennél jobban meg nem lehet rajtolni, úgyhogy mindenféleképpen örülünk ennek a mai 3 pontnak is, meg az első fordulóban megszerzett 3 pontnak is. Attól függetlenül, hogy ugye nekik se sikerült jó az első forduló, hogy úgy készítünk erre a meccsre, hogy ez egy újabb mérkőzés, tehát nyilván mindenkinek lehet egy rossz hétvégéje, úgyhogy eléggé próbáltunk szervezetten idejönni, és nem volt egy könnyű találkozó, én úgy gondolom. Főleg az első fél időben ott azért rengeteg hibával játszottunk mi is, eléggé meleg is volt, azért szerintem rányomta egy kicsit a bélyegét a mérkőzésre. Fontos volt nekünk szerintem az, hogy meg tudtuk szerezni a vezetést, utána mi nyugodtabban tudtunk játszani ezen a meccsen, és utána már azért több lehetőségünk is volt. Még egyet sikerült berúgni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a két gólos különbség ez ma így a végére reális volt a két csapat között. Én azt gondolom, hogy mezőnyben egyforma partnerek voltunk, tehát a Szentendre is tudta hozni azt a szintet. A kapu előtti dolgokban hoztunk mi jobb döntéseket, és akkor ezt mondjuk mondhatjuk azt, hogy a rutin az mellettünk szólt ebbe a dologba. Egyik az egy pontrúgás volt, de egyébként még a második gólon kívül is volt egy pár olyan szituációnk, amit elég jól lejátszottunk, ugye pár kapufát is rúgtunk, úgyhogy azt gondolom, hogy ebben talán, hogyha ez a rutin itt a mi javunkra döntötte ezt a mérkőzést. Nem csak a bajnokság, hanem az út elején is jár még a csapat, hiszen még több játékos érkezése várható a szezon elején. Abban, hogy minél inkább összeérjen a csapat, fontos szerepe van a csapatkapitánynak, Szíj Krisztiánnak. Az egyik feladatom ugye a pályán kívül is, ugye a pályán belül is próbálok ugye maximumot adni. Ugye megkaptam a bizalmat ugye az edzőnktől, Peller Gábortól, és próbálok neki mindenben segíteni és ugye helytállni. Ugye hát mondhatjuk, hogy talán 6-7 éves korom óta ugye ezt az egyesületet szolgálom, tehát pontosabban ugye a Dunakanyarba kezdtem, és akkor ugye a Dunakanyarból kiöregedő játékosok lettek ugye a Szentendre VS-ének a tagjai, és úgymond alapító tagjai is, úgyhogy mindenképp magaménak érzem ezt az egészet. Ugye nagyon sokan megkerestek, ugye sokan tehát átmentek tőlünk a Lányfalura, azt hiszem 3-an Pomázra, tehát sokáig környékezgettek ugye régió barátaim is, de ugye nekem nem olyan egyszerű a váltás, nem is nagyon gondolkodtam rajta, ugye én itt otthonra lehetem, már régóta itt vagyok, úgyhogy próbálok mindenben így segíteni a csapattársaimnak. Következő fordulóban a Biatorbágy lesz az ellenfél, ami szintén nem lesz könnyű mérkőzés, hiszen nemrég a Magyar Kupában 2-0-ra kaptunk ki tőlük a Tahitót falun megrendezett mérkőzésen. De abban biztosak lehetünk, hogy a fiúk szívüket, lelküket kiteszik majd a pályára. Végül a várható időjárásról. Kedden a napos időszakok mellett elszórtan továbbra is számítanunk kell futózáporok, zivatarok kialakulására, de már kevesebb helyen, mint ma. Helyenként megélénkül a délkeleti szél, a legmelegebb órákban 28 és 32 fok közötti idő valószínű.
Adásunk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Bagosi Brothers Company, Ocho Macho, Soul Wave. Hétvégén rendezik meg a Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivált. A három nap alatt több mint 250 program várja a látogatókat. Fitnessparkot építetett a Szentendre város egészségügyi intézményei. A postástrandon lévő sporteszközöket uniós pályázati forrásból szerezték be. A parkban az egészségfejlesztési iroda szakértői hetente tartanak majd sportfoglalkozásokat. Ismét vereséget szenvedett a Szentendre VS-e. Ezúttal hazai pályán kapott ki a nagykőrösi Kinizsi csapatától, így két forduló után is pont nélkül maradt a gárda. Önök a híradót látták, maradjanak velünk a továbbiakban is, mert hamarosan 7 embere című magazin műsorunk következik. Híradóval legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket, friss hírekért pedig keressék fel a weboldalunkat, a szentendre.media.hu/tv-szentendrét, ahol élőben is követhetik adásunkat. A közösségi oldalakon is folyamatosan frissülő tartalmakkal várjuk Önöket. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!